Együttműködő partnerünk proserver.hu, fényképes ajándéktárgyak.hu, BenQ. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel, ez itt a Restart, én pedig a Vendi vagyok, és ma is informatikai segítségnyújtás, bár ugye a kenyér ünnepe van, meg ugye országunk ünnepe, augusztus 20-a van este, remélem, hogy sokan mentek a tűzijátékot majd megtekinteni, de ettől függetlenül itt délután, ebben az egy órában az informatikai segítségnyújtás nem marad el, mi nem szoktunk nagyon tekintettel lenni az ünnepekre és ilyesmi, hanem ettől függetlenül segítünk nektek, hiszen ilyenkor rengetegen vagytok, gondolom én otthon, és ha esetlegesen számítás technikai problémátok lenne, akkor bizalommal fordulhattok hozzám. Mondom is azokat az elérhetőségeket, amiken keresztül ma is részeseivé válhattok a műsornak. Van egy telefonszámunk, 44 51 349, ezen keresztül lehet csörögni. Ha kérdés van, akkor telefonos segítséget tudunk nektek nyújtani. Aztán fenn vagyunk a Skype-on is, tv.fixhd, ez a Skype-os cím, hasonlóan tudtok hívást kezdeményezni erre, csak ugye interneten keresztül, teljesen ingyenesen, tehát hogyha valakinek van egy mikrofonja, nehogy Isten egy webkamerája, akkor természetesen már indíthatja is a hívást felénk, tehát tv.fixhd partnerként lehet bennünket jelölni, és már is hívhatóak vagyunk. Aztán természetesen jelen vagyunk a legnagyobb közösségi oldalon is, a Facebookon, facebook.com/fixhd. Érdemes lájkolni bennünket mindenképpen, hiszen a lájkolók között hamarosan nyereményeket fogunk kisorsolni, méghozzá első körben egy fixes ajándékcsomagot, amelyet a pénteki Restart Extrában fogunk kisorsolni. A szerencsés nyertes pedig, tehát megnyerheti a bögréből, sapkából, egérpadból, pólóból és egyéb más dolgokból álló ajándékcsomagot a fényképes ajándéktárgyak.hu felajánlásából természetesen, hiszen ők azok, akik nekünk szokták a napi nyereményeinket is biztosítani, illetve ezt a bizonyos nagyobb Facebookos nyereményt is. Ehhez nem kell más tennetek, hogyha meg szeretnétek nyerni ezt az ajándékcsomagot, hogy lájkoljátok az oldalunkat, illetve ha már megtettétek, akkor az ismerőseitek figyelmét is fel kell erre hívni, illetve még annyi kiegészítésként, hogy nem csak a mi oldalunkat kell lájkolni, hanem csak azok tudnak részt venni a sorsolásban, akik a fényképes ajándéktárgyaknak az oldalát is lájkolták. Ezt mindenképpen megtaláljátok a Facebook oldalunkon, úgyhogy nézegessétek, és a jövőben lesznek ilyen lájkolásért járó nyeremények még, és nem csak fixes ajándékcsomag, hanem egyéb más kiegészítők, illetve dolgok is lesznek majd, amikért érdemes lájkolni minket, és nem csak azért, hogy nyerjetek, hanem azért is, mert itt a műsor alatt természetesen én végig fenn vagyok a Facebookon, és várom a hozzászólásokat, kérdéseket, úgyhogy az üzenőfalra ezt meg is tehetitek, hogy írtok, én pedig majd válaszolok ezekre a kérdésekre, meg hát egymásnak is lehet természetesen segíteni. Aztán van nekünk egy weboldalunk, www.fixhd.tv, itt televíziónkok találtok mindenféle információt, és természetesen lehet nézni az élő műsort is, SD vagy HD minőségben is meg lehet akár tenni, ha esetleg a kábel szolgáltatótokon nem lenne benne a kínálatban a mi csatornánk, akkor a neten bármikor nézhetitek, sőt mobilról is elérhetőek vagyunk, itt pedig az m.fixhd.tv-s címet kell bepötyörészni a web böngészőbe, a mobilnak a böngészőjébe, és már is a megfelelő ikonra kattintva nézhető a műsorunk, és a weboldalunkon még van egy videótár is, erről is érdemes mondjam azt, hogy megemlékezni, említést tenni. A videótárból pedig visszanézhetőek a műsoraink, tehát hogyha bárki bármelyik műsorunkról lemaradt volna, legyen szó a Restart valamelyik adásáról, vagy tök mindegy a televízióban futó bármelyik adásról, például a tegnap esti Gumiszoba Open Air Editionről, ami egy speciális kiadás volt, ugye tőlem otthonról ment az adás. Aki lemaradt volna esetleg, akkor a videótárból ezeket tudja pótolni bármikor. Jó, azt hiszem, hogy mindent elmondtam, úgyhogy ha bármi kérdés van, ragadjatok telefont vagy számítógépet, és már is jöhetnek ezek a kérdések. Én pedig informatikai hírekkel fogom kezdeni, hiszen azért attól függetlenül, hogy ünnep van, ugye a világban azért nincsen, ez csak kicsi hazánkban számít ünnepnek, viszont azért történnek itt dolgok, és hál' Istennek azért van egy-két frissítés a weboldalakon, azért dolgoznak a szerkesztők.
Kérem szépen, drágábbak lesznek az Intel alapú Windows 8-as táblagépek. Ugye megbeszéltük, hogy a táblagépekre is betör a Windows 8, tehát gyakorlatilag az úgynevezett RT verzió, az telepíthető lesz táblagépekre is majd. És ugye arról is tudunk már, hogy többféle mobil processzor létezik. Léteznek az úgynevezett ARM processzorok, ami kimondottan célhardverként szolgál, és a legtöbb táblagépet ezzel szerelik fel, és az Intel is csinál alacsony fogyasztású kis mini processzorokat, hogy úgy mondjam, amik szintén használhatók táblagépbe, meg egyéb más ilyen mini számítógépekbe, de gyakorlatilag ugye kis fogyasztása miatt abszolút alkalmas arra, hogy ilyen mobil eszközbe is bele legyen téve. X86-os alapú processzorokról beszélünk, ami egyébként az asztali gépek, illetve a laptopok világából már abszolút ismert régóta. Bár a Windows 8 RT változatát futtató ARM alapú Microsoft táblagépek a hírek szerint már-már szemtelenül olcsóan lesznek kaphatóak, bemutatásokat követően a Windows 8 kvázi teljes változatának futtatására is képes. Az Intel alapú táblagépekért azonban már jóval több pénzt kell fizetni majd a boltokban, legalábbis ezt állítja az egyik ilyen terméket hamarosan bemutató gyártó, egyik vezetője, aki szerint PC-k alapját is képező X86-os architektúrára épülő táblagépek bizony $200-300, azaz kb. 60-70 ezer forinttal is többe kerülhetnek majd, mint az ARM processzorra, illetve az ARM technológiára épülő társai, ugyanazon paraméterek mellett. Hát azt mondjuk tudjuk, hogy az Intel nem az olcsóságáról híres, viszont minőség és megbízható, hát nem csak processzort, hanem gyakorlatilag eszközöket gyárt. Az így kialakuló minimum $400-500-os, azaz nagyjából 90-110 ezer forintos ár azonban már egyáltalán nem tűnik olyan vonzónak. Az igazgató szerint, ennek a bizonyos gyártó igazgatója szerint nem is ennyit, hanem mindjárt $600-700, azaz 140-160 ezer forintot is meghaladhatja ezeknek a gépeknek az ára, mint az ilyen típusú Windows 8-as táblagépek átlagos ára, ami kifejezetten komor képet fest ezek árazásával, és nem mellesleg így jövőjével kapcsolatban is. Mert hát ugye miért venne az ember akkor egy drágább gépet, ha ugyanazt tudja elvileg, bár azért teszem hozzá, hogy az ARM processzorral ellátott a gépek azért szűkösebb teljesítménnyel rendelkeznek azért, mint az X86-os társai, de hát kérdés, hogy ki mire használja a táblagépet, hát ugye a webezésre, egyéb multimédiás dolgokra bőven elég az ARM processzor is, hiszen ugye a mobiltelefonunkat, meg az egyébkénti táblagépünket is, akinek már van, általában ilyesmire használja, még akár játszani is lehet rajta, tehát igazából nem is tudom, mi az, ami egy táblagépen ki kéne, hogy használja az asztali gépekben is jól ismert X86-os processzoroknak a teljesítményét. Hát ezzel kapcsolatban itt van egy-két említés. Ebben a magasságban ugyanis gyakorlatilag már az alsó középkategóriás laptopok kategóriájánál járunk, amelyeknél egy jóval nagyobb kijelző, egy teljesen fizikai billentyűzet, optikai meghajtó, valamint cserélhető merevlemez és számos egyéb extra is benne van ebben a pénzben, már hogyha egy laptopnál nézzük. Így valószínűtlennek tűnik, hogy a tömegek lennének hajlandóak ennyi pénzt kiadni egy jóval korlátozottabb képességű táblagépért. Ezt a kérdést vetette itt föl az egyik gyártónak a vezetője. Az Intel alapú táblagépek magasabb ára egyébként érthető lenne, nem csak azért, mert maga a kaliforniai chipgyártó is drágában adja ezeket az áramköröket, de azért is, mert ezeket a táblagépeket szemben az ARM alapú társaival elvileg akár az asztali Windowsokon megszokott programok közvetlen futtatására is használhatóak lennének. Így képességei pusztán szoftveres oldalról gyakorlatilag egy ultrabook-éval vagy egy laptopéval versenyezhetnének. Ennyire magas ár mellett azonban kérdéses, hogy sikerül-e majd komoly piaci szeletet hasítani maguknak. Összehasonlításként érdemes megjegyezni egyébként, hogy a táblagépek jelenlegi koronázatlan királyának számító iPad 3-at már $500 körül meg lehet egyébként vásárolni, bár utóbbi képességei szoftveres és hardveres szempontból is legjobb esetben is csak az ARM alapú Windows 8-as táblagépével hasonlíthatóak össze. Valószínű, hogy azok közül, akik ilyen nagyságrendű pénzt hajlandóak ultrabook helyett egy táblagépre áldozni, inkább a márkára és a látszatra helyezik a hangsúlyt, illetve bőven megelégednek majd a szóban forgó képességekkel is, és nem nagyon fognak még plusz $200-300 rátéve egy Intel alapú Windows 8-as táblagép mellett dönteni. Hát,
Ezt majd mindenki eldönti magának, én úgy gondolom, ezek itt a hírek ezzel kapcsolatban. Tényleg át kell gondolni, mire szeretnétek használni egy táblagépet, ha esetleg arra gondoltok, hogy olyat vásároltok. Egy biztos, hogy ez is látszik, hogy ebből is látszik egyébként, hogy az asztali gépeknek, hogy úgy mondjam, befellegzett. Tehát leginkább most már az X86-os alapú, tehát az Intel alapú processzorok is már a táblagépekbe vándorolnak, és bár ugyan drágábbak még, de viszont a teljesítményben akár jobbat is hozhatnak, és egyébként az Index cikke is ezzel kapcsolatos, akik itt taglalják, hogy az asztali gépeknek vajon tényleg befellegzette. Ezzel kapcsolatban van egy cikk az Index Tech rovatában is, aminek nemes egyszerűséggel az egyébként a címe, hogy az asztali PC-nek befellegzett. 3 évvel ezelőtt még nagy felháborodást keltett az a kijelentés, hogy az asztali számítógépek szépen lassan kiholnak, mint a dinók. Nem kellett sokat várni a jóslat beteljesedésére, hiszen az aktuális piac vezető vállalat laptopokkal és táblagépekkel jutott a csúcsra, látványos növekedés már csak Ázsiában van, és az okostelefonok mindent letarolnak. Tehát gyakorlatilag nem is a táblagépek azok, amik helyettesítik, vagy helyettesíteni látszanak az asztali gépeket, hanem a mobiltelefonok, illetve az okostelefonok. Most úgy tűnhet, tetőfokára ért a káosz a számítógépek piacán, mert az elmúlt években olyan sokféle eszköz jelent meg, hogy képtelenség kiválasztani közülük a legjobbat, ami a leginkább megfelel az elvárásainknak. Ehhez elég megnézni, hányféle kijelzőméret létezik, az okostelefonokat a 3,2-től 5,3 hüvelykes méret tartományban, a táblagépeket 5-től egészen 11,8 hüvelykes képátlóval, a laptopokat pedig 10 és 19 hüvelykes kijelzővel kaphatjuk meg. Még azt még nem tudjuk, hogy mely formák és méretek lesznek a nyerők. Egyesek csak szórakozásra használják a táblagépet, mások a számítógépüket helyettesítik vele, illetve sok fejlődő országban az okostelefon helyettesíti a számítógépet. Az eddigi eladási statisztikákból és a piac elemző cégek jóslataiból egyetlen világosan látható trend bontakozik ki. A hordozható eszközök uralják a világot, és a következő 3 évben az asztali gépek teljesen háttérbe szorulnak. Szerintem ez már elindult, ez a procedúra, mert bárkivel beszélgetek mostanában, vagy tanácsot kérnek tőlem, már nagyon ritka az, de akár ha megnézzük, hogy ti is itt a Restartban leginkább most már mivel kapcsolatban szoktatok kérdezni, inkább az okostelefonokkal, operációs rendszerekkel kapcsolatban, és az asztali gépek valahogy olyan háttérben vannak tényleg szorulva. Tehát már rég kaptam olyan kérdést, hogy valaki most szeretne gépet venni, asztalit, és hogy milyen konfigurációt tudnék ajánlani. Egyébként is ugye azt tudnám ajánlani, hogy pénztárca, meg először is át kéne gondolni, hogy mire szeretnéd használni ugye az eszközt. Ez minden eszközre vonatkozik, tehát nem csak a számítógépekre, de a számítógépek esetében is ez a meglátás az, aminek az irányába el kell indulni mindenképpen. De leginkább most már tényleg mindenki táblagépbe gondolkodik, vagy ugye okostelefonba, és az asztali gépek valóban szorulnak a háttérbe, hiszen ha belegondolunk végül is, bár picit kényelmetlenül ugyan, de más szempontból meg akár még kényelmesen is, de az okostelefonunkról is szinte mindent meg tudunk csinálni, hiszen e-mailezni tudunk, filmet tudunk nézni rajta, zenét tudunk hallgatni, facebookozni tudunk, játszani is lehet rajta, ugye a viszonylag közép vagy felsőbb kategóriás okostelefonokkal már abszolút alkalmas. Arra. Tehát igazából az egyetlen hátránya vagy visszafogó tényezője talán az okostelefonokkal való helyettesítés, az asztali gépek helyettesítése okostelefonnal, az a képernyőméret, amire már szintén bizonyos gyártóknak vannak megoldásaik, például egy csomó telefont mostanában már ellátnak úgynevezett mini HDMI kijárattal, ami akár egy nagy képernyős tévéhez is hozzáköthető, és már is ott van az, hogy nem annyira kényelmetlen a dolog, tehát otthon, ha az ember hozzáköti az eszközét, legyen szó táblagépről vagy okostelefonról, amiben igazából nagy részt méretbeli különbségek vannak, mostanában kezdenek majd el olyan gépeket, illetve táblagépeket gyártani, amiben már teljesítménybeli különbségek is vannak. A ma kapható táblagépek nagy része az körülbelül ugyanazzal a teljesítménnyel bír, mint a gyorsabb okostelefonok. Tehát ezt igazából túlszárnyalni csak most kezdjük el, hogy úgy mondjam, illetve a gyártók csak most kezdik el. Úgyhogy itt jön be tényleg az a képbe, hogy
gyakorlatilag, ha megnézzük, hogy most már 4 magos processzorral ellátott okostelefonokat is lehet kapni, hát könyörgök, hát az asztali gépeknél is itt tartunk nagyjából, és nem nagyon történik fejlődés, illetve történik, de inkább az IT-szektornak a komolyabb részénél, a felhasználói részről nem nagyon. Sem árváltozás nem nagyon történik, sőt, inkább drágábbak lesznek a bizonyos eszközök, tehát ha most azt nézzük, hogy a merevlemezektől kezdve a PC-s eszközök, igen, csak megállt valahogy az árzuhanás, hogy úgy mondjam, tehát eddig az a tendencia volt egy pár évvel ezelőtt még, hogy csökkentek az árak, most valahogy ez megállt, és nem, hogy csökkennének, még néha magasabbak is lesznek az árak, míg például a flash alapú meghajtók, tehát az SD kártyák, az SSD-k már gyakorlatilag ott viszont érezhető az olcsóság, vagy az, hogy olcsóbb lesz egyre inkább, és ugye ezekben a mobil eszközökben is leginkább már ilyet használnak, tehát a merevlemez, hát szépen is néznek egy táblagép merevlemezzel, hát maximum külső Winchestert lehet hozzá kapcsolni, de ez se nagyon jellemző, tehát inkább nagyobb kapacitású flash alapú meghajtókat vásárol már, vagy háttértárakat vásárol az ember. Különösen nagy fordulat várható a nyugat-európai piacokon, ahol kevesebb asztali gépet adtak el. Ez némiképp ellensúlyozza a fejlődő országok kereslete, és Indiában nemrég volt olyan negyed év, amikor 2 számjegyű volt a növekedés. Egy piackutató cég negyedéves jelentésében szereplő növekedési adatok jól mutatják, hogy a fejlett és fejlődő régiókban teljesen másképp alakulnak a PC eladások. Itt láthatunk egy ilyen eladási táblázatot, nem tudom mennyire érdekes egyébként. 2012 első negyedévében Indiában például 6,6%-kal több PC-t adtak el, míg Nyugat-Európában ez az arány, ez -3%, tehát az azt jelenti, hogy kevesebb PC-t adtak el. De ha megnézzük például a tavalyi év utolsó negyedévét, ott például Indiában -6,5%-kal kevesebb PC-t adtak el, ami annyit jelent, hogy gyakorlatilag ott is csökkenő tendencia volt, és ezzel szemben, vagy emellett inkább úgy mondom, Nyugat-Európában -16% volt ez az eladás, ami azért szerintem elég durva, illetve az összes statisztikát megnézzük, akkor általában ugye Indiában ez valamiért pluszos, tehát például a 2011 harmadik negyed évben 13%-kal többet adtak el, míg Európában ugyanez -11%, tehát ilyen érdekes, hogy mintha kikompenzálná a piac önmagát. Köszönöm szépen! Ezek igazából számok, tehát ebből nem tudom ki mennyit vesz le, de a lényeg, hogy ez látszik ezekből a statisztikákból, hogy Európában szinte mínuszban, nemhogy szinte, hanem folyamatosan mínuszban vagyunk PC eladás szinten, a távol keleten, hogy úgy mondjam, ott viszont általában pluszosak ezek az adatok, 2011 utolsó negyedévében volt egyedül mínuszos az eladás, de például 13% volt, ugye az előbb is mondtam, a harmadik negyed évben pluszban, tehát ott gyakorlatilag meg növekedtek az eladások, hát nem tudom, hogy ez minek tudható be, azért valószínűleg az árak csökkenésének, valószínűleg teljesen más ár réssel dolgoznak Indiában, mint mondjuk itt Nyugat-Európában. Én nem mondanám azt, hogy le van maradva, mert itt szerintem egy pár embernek rögtön az juthatna eszébe, hogy India le van maradva esetleg technológiai fejlődés szempontjából, és ott még inkább preferálják az asztali gépeket, mert kevesebb a mobil eszköz. Én ezt nem mondanám, India egy fejlődő ország, és gyakorlatilag technológiai fejlettségben szinte összehasonlíthatóan egyébként nyugat-európai szinten van. Nem véletlenül hasonlították össze egyébként ezt a két régiót, és mégis különbözőek az adatok, tehát ez érdekes egyébként, mint úgy. Az adatok szerint majdnem 2 éves stagnál a számítógépek piaca, 2010 utolsó negyedévében elért 93 millió darabos forgalmat, máig nem sikerült felülmúlni, de még megközelíteni is csak éppen, hogy az ultrabookok megjelenése nem hozta meg a várt fellendülést, pedig az Intel dollármilliókat ölt a vékony és könnyű laptopok népszerűsítésébe. Tehát már az is látszik, hogy a laptopok sem annyira népszerűek, tehát inkább mindenki tér át a hordozható táblagépekre gyakorlatilag. Egyre borúsabbak a piaci előrejelzések egyébként. 2 elemző cég is 2013-ig elhanyagolható mértékű növekedésre számít Nyugat-Európában és Észak-Amerikában. A fejlett országokban szép lassan 50 millió alá kúszik az évente eladott asztali gépek száma, miközben a laptopok piacán szerény 10% körüli éves növekedés várható. Tehát azért
a laptopoknál még azért inkább nagyobb a kereslet. Nézzük, hogy mi a helyzet az Apple házatájéken ezzel kapcsolatban, hiszen ők is rendelkeznek mind táblagépekkel, mind asztali gépekkel, mind okostelefonnal. A számítógépipar forradalmi változásait eddig az Apple használtak a legügyesebben, ez kétségtelen. A kaliforniai gyártó a hagyományos számítógépek piacán évtizedek óta nem tudta utolérni a Microsoftot, ezért inkább más stratégiát választott, az iPad bevezetésével teljesen átalakította a piacot. Steve Jobs, az Apple tavaly elhunyt vezérigazgatója 2010-ben azt mondta, a PC-k olyanok lesznek, mint a teherautók, kevesebbeknek lesz rájuk szüksége, és lesznek, akiket ez nyugtalanít majd. Ez egy érdekes kijelentés, de egyébként, ha belegondolunk és összehasonlítjuk mondjuk akár a laptopokat az asztali géppel, ha most csak a méreteket nézzük, akkor ez végül is egy egész jó kis kijelentés egyébként, nem? Tehát a teherautó, ami sokat bír, erős, van, de igazából nem biztos, hogy szükség van rá, hanem a gyengébb, de viszont praktikusabb, mit tudom én, városi autókkal, ha most mondjuk ezt behelyettesítjük mondjuk a táblagépekre, vagy akár a laptopokra, akkor azért az mindjárt praktikusabb. Ha egy kalap alá veszik az asztali PC-ket, netbookokat, laptopokat és táblagépeket, akkor az Apple a világ legnagyobb számítógép gyártója. Ez a siker kizárólag az iPadnek köszönhető, amiből a 2012 második negyed évében 17 millió darabot adtak el. Ezzel a táblagépek piacán 68,3%-os az Apple részesedése, és nincs még egy olyan vállalat a világon, aminek a neve mellé hasonlóan szép számot lehetne írni. Az androidos ellentábor, ami több tucat különböző gyártóból áll, összesen adott el 7,3 millió táblagépet. Tehát ez jól jelzi azért, azért azt, hogy valóban egyébként a táblagépek piacán, a piac vezető, hogy úgy mondjam, az az Apple, illetve az iPad, ez kétségtelen, és ők hozták be megint csak, akár csak az okostelefonok piacán egyébként, tehát az okostelefonokat tekintjük, amikor az első iPhone megjelent, és kitört az iPhone mánia, meg az okostelefon mánia, akkor kezdték el gyakorlatilag a gyártók sorra gyártani az okostelefonokat. Hát most abban nem ennyiből, hogy koppintva vagy nem koppintva, ez tény, hogy korábban is léteztek már okostelefonnak nevezhető eszközök, nevezzük őket PDA-knak egyébként, nekem is volt korábban egyébként, tehát még 2000, nem is tudom, 3-4 környékén olyan eszközöm, amivel lehetett ugyanúgy netezni, Windows Mobile operációs rendszer futott rajta, bele lehetett tenni SIM-kártyát, a telefonként is funkcionált, tehát gyakorlatilag minden olyan funkció a bírt, GPS volt benne, tehát minden olyan funkció a bírt, amit a mai okostelefonok, tehát lehet nevezni már okostelefonnak, csak azért még egy pár dolog hiányzott belőle, és leginkább az alkalmazások, hiszen ugye Windows Mobile operációs rendszerrel az akkori trendeknek megfelelően gyakorlatilag arra volt képes, hogy bizonyos alkalmazásokat futtasson, de hát ennyi alkalmazás korán sem állt egyébként rendelkezésre, és amikor az iPhone mint úgy megjelent, ez hozta be gyakorlatilag nem csak maga az eszköz, hanem az, hogy egyáltalán alkalmazások letöltése, különböző programok futtatása, ilyen mini, tehát egy telefonon gyakorlatilag, innen indult el tényleg az okostelefonok korszaka is, és hát ugyanez pepitában, csak nagyobban a táblagépek esetében, hiszen ha belegondolunk, akkor az első iPad, de még gyakorlatilag még most is azt nézhetjük a mostani iPad-eket is, csak most már azért van némi eltolódás, az gyakorlatilag nem volt más, mint egy nagy iPhone. Tehát ugyanaz volt, ugyanaz tudta, ugyanaz volt a belső, és csak nagyobb volt gyakorlatilag. Mondom, most már vannak változások, tehát vannak különbségek, de gyakorlatilag az első iPad-nél még teljesen ez volt, tehát ugyanezt megcsinálta, csak nagyobba. Tehát, hiszen, de és egyébként ez sem újdonság, mert érintőképernyős PC alapú táblagépek régebben is léteztek egyébként, tehát ez megint csak nem az itt a lényeg, hogy ők találták ugye ki, mert ezt nagyon sokan egyébként összekeverik, tehát nem az Apple találta ezt ki, csak őnekik sikerült egy olyan trendet teremteni ebből, ami hát gyakorlatilag világra szóló, hogy is mondjam, lavinát indított el, és a többi gyártó is utánuk megy gyakorlatilag. Mondom, én nem használnám a koppintás szót, mert nincs mit. Tehát akkor, ha most koppintást nézünk, mint úgy, akkor már az Apple is koppintott, mert korábban is voltak ilyenek. Csak, hogy mondjam, trendet képviselt, és egy lavinát indított el, és ebben viszont abszolút jó. Tehát ez inkább marketing, én azt mondom, és ebben Steve Jobs mindenképpen jó volt, és maximális elismerés felé, hogy ezeket az eszközöket annak idején behozta a köztudatba, hogy úgy mondjam, és hát azóta is ezeket használjuk.
úgyhogy Isten nyugosztalja, és tényleg maximál respect neki, csak azért, hogy egy kicsit dicsérjem is már az Apple-t, és nem mindig csak azt kapom meg, hogy én itt ellentábort képviselek, egyáltalán nem így van. Azért, mert én inkább Android pártibb vagyok, hogy úgy mondjam, attól még nem képviselek az Apple-el szembe semmiféle negatív, hogy mondjam, hangot. Vannak bizonyos nézetek, amikkel nem értek egyet, de természetesen ettől függetlenül az kész tény, és hogy is mondjam, tehát, hogy abszolút egyetértek azzal, hogy egy trendet teremtett, és nagyon jó irányba. Majd meglátjuk, milyen irányba, egyelőre azt látom, hogy jó irányba megy, hiszen ha megnézzük, hogy az elmúlt pár évben mennyire változott meg a piac, én úgy gondolom, hogy felgyorsult életünknek egy elég rendes, és hogy is mondjam, tehát egy elég nagy részét teszi most már ki az, hogy az emberek okostelefonnal rohangálnak, technikai fejlődés látszik gyakorlatilag, tehát a zsebünkben van az internet. Ugye hát ez pár, mint 5-8 évvel ezelőtt még ezt el sem tudtuk képzelni gyakorlatilag. Hát még a wifi is nagy szó volt, mint úgy, hogy úristen, lehet otthon vezeték nélkül internetezni. Hát a mobil internetről még nem is nagyon hallottunk. Lehetett a mobilokkal netezni, de még egy nagyon drága volt, és igazából a sebessége sem volt olyan, hát ma meg már hol tartunk? 100 megákat lehet átvinni mobilon gyakorlatilag, és már az ára is konszolidálódott, tehát annyira nem vészes már. Na, hát nézzük, hogy mi a jövőre vonatkozóan mi van itt még. Aztán utána ránézek a Facebookra is, hogy érkeztek a kérdések, csak ezt gondoltam, egy picit beszéljünk erről, ha már így úgymond ilyen külön kiadás van. 2015-ben 1 milliárd okostelefont fognak eladni, ezt mondták. Tehát 3 év múlva ezekből az eszközökből lesz a legtöbb a világon. A cég előrejelzései szerint, itt az IDC-ről beszélünk egyébként, azt lehet kiolvasni, hogy valamikor 2013-2014 környékén már több táblagépet fognak eladni, mint asztali gépet, és nyugodtan kimondhatjuk, hogy ezekben az években véget ér a hagyományos számítógépek korszaka. Tehát gyakorlatilag van 2 évünk, ami nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve a PC-k megszűnnek, mint úgy, csak az eladás szintjén már sokkal több táblagépet, meg okostelefont fognak keresni és vásárolni az emberek, mint asztali gépet. Ez azt jelenti, hogy az évek során szépen lassan tényleg kihalnak a PC-k, és valószínűleg a gyártók sem fognak ez irányba fejleszteni, hanem inkább arra fognak fejleszteni, amire legjobban van kereslet, tehát amire több kereslet van. De azért ne felejtsük el, hogy a különböző szervergépek, stb., amik ugye a kiszolgálást biztosítják, tehát nem az, amit mi otthon használunk, hanem mondjuk azok a nagy rendszerek, a különböző internetszolgáltatók, különböző kereső és egyéb más szolgáltatók, lásd Google, stb. Hát ők azért nem okostelefonokkal fogják valószínűleg a szerver farmjaikat megtölteni, meg táblagépekkel, hanem ott azért a monstrum szervergépek, amiket hát nyugodtan nevezhetünk asztali gépnek, de igazából már ez sem igaz rájuk, bár teszem hozzá, egy asztali gépből is lehet szervert csinálni, az a low budget verzió, de azért a nagy szuper számítógépek, hogy úgy mondjam, azok még mindig az asztali kiadáshoz tartoznak valamilyen szinten, csak hát azok ipari méretűek, tehát még csak nem is akkora gépekről beszélünk, mint az otthoni asztali gép, akinek még van, hanem ugye jóval nagyobb, és most itt nem a méretéről van feltétlenül szó, bár arról is, de ilyen rekszekrény nagyságú unitokba összerakott modulokból vannak csinálva a szerverek, amik össze vannak egymással kötve, tehát a teljesítmény is minden gyakorlatilag összeadódik. Hát bődületes teljesítményekre tessék itt gondolni, tehát mit én 128 magos processzor, meg ilyesmi, ami gyakorlatilag ugye hát nem egy processzorból áll valóban, hanem már egy ilyen processzor tömbből, ami lehet, hogy egy rekszekrény nagyságú, tehát egy picit egyébként olyan érzésem van, mintha visszamennénk az 50-es évekhez, amikor még tényleg ilyen félszobányi nagyságú számítógépek tudtak épp, hogy egy számítást elvégezni, hát most is ilyenről beszélünk, csak most már nem egy számítást tudnak elvégezni, hanem több milliárd számítást tudnak elvégezni, és hát ezek azok a kiszolgáló gépek, amikről nap mint nap, amikor keresünk az interneten, vagy egy közösségi oldalon posztolgatunk, vagy bármit csinálunk, akkor ilyen gépek azok, amik a háttérben kiszolgálják ezeket az igényeket. Na, és akkor hát van itt egy táblázat, nem tudom mennyire lesz ez kiolvasható, megpróbáljuk nagyobb méretbe, igen, megmutatni. Szóval egy előrejelzés a számítógépek változásáról az elmúlt években. Hát nem tudom, ez színekben hogy látszik, mert iszonyú picike. Szürkével vannak jelezve a PC-k, azaz a laptopok és az asztali számítógépek.
A szürke az valahol itten van egyébként, ha jól látjuk. És 2010, és hát itt gyakorlatilag 2015-ig megy. Azért megy ez fölfelé, csak ugye itt főleg a laptopok azok, amik ezt a növekedést adják. Ha itt megnézzük alatta ugye zölddel, gyakorlatilag ugyanez a tendencia mutatható ki. Tehát ezek a PC alapú gépek, és nagyjából egyformán mennek a laptoppal, már hogy a görbe úgy hajlik, ez nagy részt ugye azt vehető ki ebből a grafikonból, hogy itt a laptopok adják már igazából a növekedést, ha növekedésről beszél, már pedig növekedésről, tehát ez például érdekes, mert itt, ha csak ezt néznénk alapul, akkor pont, hogy azt mondhatnánk, hogy növekszik az eladás, közben egyébként maximum csak a laptopok részéről. Az asztali gépek, mint úgy, az a kékkel van, hát ott nem nagy növekedés van. Van, mert ugye számítógépet mindenki használ, tehát minimális növekedés van, de szinte egyenes ez a görbe, mint ahogy látszik. Aztán a táblagépek a piros, még azért nincs olyan nagy, tehát látszik, hogy 2010-ben szinte alig, tehát akkoriban még nem nagyon voltak táblagépek, hát volt, mert azért nullánál följebb van, de gyakorlatilag 2012-ben ez már a 100 milliós nagyságrendet üti, mint látjuk, és 2015-ben már a 300 milliót fogja ütni. Aztán a sárga a hordozható számítógépek, ugye a laptop és a táblagép együtt, mint úgy, hát az meg így abszolút látszik, hogy a hordozható gépek azok így magasan viszik a dolgot, és hát a lila, ami gyakorlatilag egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen felfelő ívelő egyenes, hát ezek az okostelefonok, amikből ugye a 2015-ös becslés szerint hát 1 milliárd darabnál fog már nagyjából tartani, hát most valahol itt a 700 milliós környéken tart ez 2012-ben, tehát gyakorlatilag 700 millió darab okostelefont fon eladásról beszélgetünk ezekben az időkben. Aztán egy pár szót akkor már az operációs rendszerekről is, ha már így belementünk. Ugye beszéltünk ezt a képet ezt becsukom, hogy lássak is. Igen, mondom, becsukom. Jó, nem lehet becsukni, akkor lefrissíts. De itt van, bezárás. Jó, megtaláltam. Tehát ugye... hol vagyunk? Itt vagyunk, jó. Pár dolgot akkor, a PC piac stagnálásának több oka is van egyébként, nem csak a táblagépek népszerűsége, ide sorolhatjuk a perifériák és a kiegészítők rohamos fejlődését is. Egy 2-3 éves PC által nyújtott felhasználói élmény viszonylag egyszerűen javítható egy profi videókártyával és egy nagyobb monitorral. Tehát például valaki fejleszteni akar és van egy asztali gépe, az például egy jobb videókártyát meg egy nagyobb monitort vásárol, akkor azzal azért jobb élmény, tehát jobb élményé válik a számítógépezés. Ma már a 23-24 hüvelykes kijelzők is megfizethetők, ez kétségtelen. Az SSD-k árának zuhanásával is jelentősen növelhető a gépünk teljesítménye, a gyors flash memória alapú tárhelyről olyan gyorsan töltődnek be a szoftverek, mintha a gépünk pár évet fiatalodott volna. Ugye erről is beszéltünk már korábban. Én is már jó ideje tervezem egyébként, hogy veszek majd egy SSD meghajtót például a laptopomba, hiszen ugye jóval gyorsabb, és természetesen mert flash alapú tárolóról beszélünk, nincs benne mozgóakat, ez halkabb, gyorsabb, jóval gyorsabb, mint a Winchester. Azért az ára még borsos, de valóban csökken már. És hát ugye a gyorsaság az itt nem csak annyi, hogy picit gyorsabb, hanem 3-8-10-szer gyorsabb, mint egy Winchester. Ergo, ha csak a betöltési időt nézzük, ami esetleg azért lassú, mert mondjuk a gépünk simán lehetne gyors is akár, de a Winchester fogja vissza, a Winchesterről való olvasásnak a sebessége fogja vissza a teljesítményt, az itt például az SSD-vel kiküszöbölhető, hiszen pillanatok alatt betöltődnek a dolgok, tehát az operációs rendszer, vannak tesztek, meg én is próbáltam már, három másodperc alatt töltődik be, tehát nagyon durván gyors, mint úgy. Míg azért a Winchesterről mondjuk olyan 30 másodperc, míg teljesen feláll az operációs rendszer, 20 és 30 másodperc között azért ez gép teljesítmény függő is. Szóval a Microsoft és a partnerek alaposan megkavarják majd egyébként október 26-án megjelenő Windows RT-val, ugye, illetve a Windows 8-al ezt a piacot majd, tehát azért kíváncsian várja itt mindenki a dolgokat. Becslések szerint az idén utolsó negyedévben körülbelül 150 millió Windows 8-as számítógépet adnak majd el, de a piac kutató cég nem fejti ki, hogy ezen belül mekkora részt tehetnek majd ki a táblagépek és az asztali gépek. Egyesek szerint az emberek most csak az új Windows megjelenésére várnak, és ha a rendszer elérhető lesz, újra kezdenek majd PC-ket venni, ezt is valaki mondta. Hát meglátjuk, mert igazából, ha valaki játékra használja a gépet, meg mondjuk úgymond ipari
felhasználásra, mint úgy, tehát munkahelyen itt ott azért ott még valóban az asztali gépeket nem kell még eltemetni. Az operációs rendszerekkel együtt piacra kerülnek új számítógépek is, de azok több kategóriába is besorolhatók lesznek. A Windows RT-t, ugye a mobil verziót futtató esetén egyértelmű, hogy azok inkább a táblagépek közé fognak tartozni, de mi a helyzet az Intel processzoros kütyükkel, amik monitorra kötve úgy viselkednek, mint az asztali gépek, és a dokkolóról lehúzva viszont multimédiás vagy üzleti táblagépekként fognak funkcionálni. Könnyen lehet, hogy a vevők inkább ezeket választják majd az ormótlan asztali PC-k helyett. Hát ezt mondom, ez már igazából most is gyakorlatilag így van. Hát a kategóriák határvonalai már rég álmosultak egyébként, hiszen vannak olyan mobilok, amik monitorra kötve asztali operációs rendszer, például Linuxot töltenek be, míg az úgynevezett All-in-One PC-k egy óriási vaskos táblagépre hasonlítanak. Ha sikerül egy centisre kilapítani ezeket az egybegépeket, akkor a végeredmény végül is egy óriási táblagép lesz, vagy egy lapos PC, de akár így is mondhatjuk. Tehát összemosódnak már a dolgok tényleg, és abszolút a mobilitás, meg a kényelem, meg a design az, amire mennek az emberek, és mondom, hát ebben úttörő gyakorlatilag az Apple, akik azért nem véletlenül öntik olyan formába az ő eszközeiket, amiben öntik, hát meg is kérik az árát természetesen, viszont azért kétségtelen, hogy bármilyen Apple-ös eszközre, ha ránézünk, azért azt nem lehet rámondani, hogy csúnya. Tehát azt kell mondani, hogy és tényleg. Tehát ha csak nézzük a MacBook Air-t például, ami egy olyan lapos gép, hogy így, én attól félnék, hogy összetöröm. Tehát nagyon óvatosan kell az ilyenekhez hozzányúlni. Na és hát akkor végezetül a statisztikák sajnos az eszköz tulajdonságait vizsgálják, pedig többet árulna a számítástechnika átalakulásáról, a felhasználási módjáról lennének információk. Egy táblagépet lehet egyszerűen tartalomfogyasztó eszköznek is mondani, ami nem több, mint egy multimédia lejátszó, de ugyanazzal a géppel, profi szoftvereknek hála, olyan összetett feladatok is elvégezhetők, amik a PC közé sorolják, például a néhány 10 hüvelykes netbookos megoldásokat is ugyane közé lehet csoportosítani. Az asztali PC-k háttérbe szorulásával, sajnos sokat veszítünk is, mert újfajta kütyüket nem tudjuk olyan rugalmasan bővíteni, mint ugye a moduláris számítógépet, tehát ez a hátránya valóban. Ugyanakkor eszközeink sokkal személyesebbé válnak, hiszen mindig velünk lehetnek, és szituáció függően eldönthetjük, hogy mikor melyiket visszük magunkkal. Emiatt viszont abban is biztosak lehetünk, hogy a káosz még korán sem tetőzött. A számítógépek kavalkádja egyre színesebb lesz, ezzel zárja a cikket az Index, ugye? Egyébként nagyon szépen végigmennek itt mindenen, úgyhogy gratulálok a szerkesztőknek, Tóth Balázsnak, ugye, első körben, hiszen ő írta a cikket, nagyon jól megcsináltak, ugye, akit érdekel, akkor az Index tech rovatában erről lehet olvasni, kis elmélkedés itt a jelenlegi helyzetről. Na jól van, most, hogy tömérdek mennyiségű informatikai híreket mondtam nektek, és kicsit elkalandoztunk itt a asztali PC-k és egyéb gépek világába, egy kicsit foglalkozzunk veletek. Van is egy telefonálónk, úgyhogy az ő kérdésére fogunk válaszolni, ha kérdése van egyáltalán. Halló, halló! Halló, szia, Vendi, Attila vagyok. Szervusz, Attila! Egy kicsit gyengé hallak, de a kollégáddal megbeszéltük, hogy majd kicsit följebb folyátok a hangot. Én tökéletesen hallak, reméljük, hogy te is jól fogsz mindjárt hallani. Na, parancsolj, Attila! Elmondom, hogy miről lenne kérdésem. Van nekem egy asztali PC-m, és mivel most lementek az SSD árak, vásároltam egy 128 GB-os SSD-t, és az a tervem, hogy ugye arra teszem az operációs rendszert, de a HDD, ami benne van, az benne hagynám. Aha. És akkor az lenne a kérdésem, hogy az a normális megoldás, hogy előtte a HDD-ről letörlöm az operációs rendszert, és utána föltelepítem? Hát nem muszáj, de... Nem kavar be, hogyha fönnmarad? Hát nem kavar be, hogyha a Windows telepítésénél mindenképpen arra figyelsz, hogy az SSD-n legyen a rendszer, és ő legyen az aktív boot-toló eszköz is, mint úgy, akkor gyakorlatilag nem kavar be, tehát ott maradhat rajta tehát hogy ilyen biztonsági másolatként, hogy úgy mondjam, az operációs rendszer, tehát nem kell róla feltétlenül letörölni. Ennyi. Tehát ugyanúgy fel tudod rá telepíteni, csak mondd meg, hogy neki a telepítéskor, hogy az SSD legyen az elsődleges, és akkor arra fogja telepíteni. Utána néztem ezeknek a dolgoknak, és ahány helyen olvastam, mindenhol mást írnak neked, mi ebből a tudomásod, hogy ezeket a
töredezettségmentesítés, ez a SuperFetch, meg a PreFetch, meg ezeket a hibernálás, hogy ezeket tanácsos kikapcsolni. Más oldalakon meg azt mondják, hogy a Windows-ét automatikusan fölismeri ezt, és akkor már automatikusan kikapcsolja. Te mit tudsz erről? De most ez hova jön? Tehát mivel kapcsolatban van ez a hibernálás? Hát azt hívják, hogy az SSD-t jobban szereti, hogyha ez a SuperFetch, meg aha, ez a PreFetch ki van kapcsolva, meg a töredezettségmentesítés. Igazából azért, mert ez nem Winchester, tudod, hanem egy flash alapú meghajtó, ahol erre igazából nincs olyan szükség, mert kicsit már ugyan Winchesterként funkcionál, tehát merev lemezként funkcionál, de fizikailag egy teljesen más jellegű meghajtóról, illetve háttértárról beszélünk, és ez ugye a merev lemezeknél fontos, ez amiket az előbb is mondtál, tehát a töredezettségmentesítés és így tovább, hiszen ott a logikai és a fizikai partícióknak a helyrepakolásáról beszélünk, amikor ugye a töredezettségmentesítésről beszélünk. Ez flash alapú meghajtók esetén felesleges, hiszen teljesen más az adattárolásnak a mikéntje is, meg úgy egyáltalán. Úgyhogy ezeket azért érdemes kikapcsolni, csak hogy ne hűljön meg az oprendszer, hogy esetleg ilyen műveleteket akarna végrehajtani az SSD-n, mert nem azt mondom, hogy rosszat tesz neki, de felesleges, és ezáltal lassíthatja a rendszert. Ha ezeket kikapcsolod, akkor meg szabványos flash meghajtóként fog működni. És még azt szeretném megkérdezni, hogy mi a véleményed, hogy ha a gépben van 8 GB memória, hogy a virtuális, tehát a lapozófájt azt ki lehet kapcsolni ebben az esetben, vagy tegyem át a HDD-re, te mit gondolsz? Hát a HDD-re semmiképp sem, mert az lassú. Tehát én azt mondom, hogy ne kapcsolt ki, mert azért a virtuális memória, mint úgy, tehát azt bízzuk az operációs rendszerre, hogy ő mennyit szeretne használni belőle. Hiába van fizikailag sok memóriád, ettől függetlenül fog használni azért virtuális memóriát, mert egyszerűen kell neki, tehát valamiért leírogatja ugye a háttértárra az adatokat, cache-elés vagy pufferelés szempontjából, viszont ha ezt az SSD-re teszi, akkor jóval gyorsabb lesz, ugye? Ha a HDD-re teszed, a HDD meg lassú, tehát pont ezért voltak eddig is ilyen lassúsági problémák, és ezeket az SSD-vel gyakorlatilag megszünteted, és mivel gyorsabb jóval az SSD, ezért gyakorlatilag a virtuális memóriába meg lapozó fájlba való írás, olvasás is jóval gyorsabb lesz, tehát én azt mondom, hogy ne kapcsolt ki. Kikapcsolhatod, de igazából szerintem jobb, ha be van az kapcsolva. És azt szerettem volna még kérdezni, hogy nyilvánvalóan gondolom én, hogy ezt is ugyanúgy lehet particionálni, mint egy HDD-t gondolom. Ugyanúgy működik, mint egy merev lemez gyakorlatilag, de... És mit gondolsz, hogy van-e szüksége, mert a CCleaner-t azt használom, hogy esetleg ennél van szüksége erre, vagy az csak bekavarható? A CCleaner az igazából registry pucoló, tehát az csak az operációs rendszernek a nem tudom, a registry-ből pucolja ki azokat a dolgokat leginkább, ami esetleg ott maradt volna ilyen törött link, stb. Egy frissen felinstalált operációs rendszeren ilyenre nincs szükség, mert hiszen ott még nincsen teleinstalálva, meg uninstalálgatva, és nem valószínű, hogy hagyott volna bármi szemetet maga után, úgyhogy ez majd később lehet, hogy jó lesz, de igazából ennek köze nincsen az SSD-hez, mint úgy, ez az operációs rendszer pucolja. Kérdezni, még ezt is olvastam, ne haragudj, hogy ilyenekkel terhellek, de nyugodtan. Azt írták, hogy a böngészőnek a ideglenes betöltés helyét, tehát az uh-huh. a temporary internet files, ez az, igen. Hogy azt érdemes áthelyezni szintén egy másik meghajtóra, erről mi a véleményed? Igazából abból a szempontból, ezt akkor szokták javasolni egyébként, gyorsaság szempontjából, ha van két külön Winchestered. Mert akkor ugye a rendszer Winchester, amiről állandóan az olvasás történik nagy részben, ugye, hiszen onnan dolgozik a rendszer, az ugye azzal foglalkozik, hogy a rendszer fájlokat olvasgassa. Viszont ha egy másik Winchestered van, amin ezeket az átmeneti tárolás, tehát az átmeneti internet fájlokat, illetve esetlegesen... Hát a HDD-t megmaradna, tudod? Semmiképp se tedd arra, mert az lassabb, érted? Tehát az SSD-nek pont az az előnye, hogy gyorsabb. Tehát igen, az összes írták, olyan... Amiket én olvasgattam, ilyen hozzáértőnek tűnő embert uh-huh. írták, hogy állandóan ír, olvas, és ez az SSD-nek az élettartamát rövidíti. Nem tudom, hogy erről mi a vélemény. Ez szerintem hülyeség egyébként. Tehát ennyire a régen a HDD-knél is ugyanerről volt szó. Tehát itt ez nem annyira nincs összefüggésben. Sajnos van egy olyan rossz sztereotípia az SSD-kkel kapcsolatban. Ez igen. Főleg a korábbi verzióknál, illetve a korai SSD-knél még sajnos tapasztalható is volt, hogy időnként volt egy pár olyan gyártónak SSD-je, ami sajnos megadta magát. Ugye a flash alapú drive-oknál ez ugye előfordult, meg a pendrive-okból indul ki mindenki, hogy a pendrive-on egyszer csak ott az adat, aztán egyszer csak eltűnik, és hogy, de itt azért egy kicsit komolyabb flash-ről beszélünk, mint egy sima pendrive, nem véletlenül drágább is, ugye, jóval. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a mai gyártóknál, meg a mai SSD-knél ettől már nem kell annyira félni.
Tehát persze előfordulhatnak problémák. Írtak, hogy ezt az úgynevezett ACTI módot be kell kapcsolni, hogy ez valóban így van. Milyen módot? Milyen módot még? Tehát még a BIOS-ban azt írják, hogy a telepítés előtt, mert hogy az a trim akkor nem működik benne, hogyha ezt nem kapcsolja be az ember. Uh-huh. Én nem hallottam. Hát nem tudom, hogy még nem olvastam utána, hogy... Ja, Jó, hát akkor az a helyzet, hogy tűzijáték helyett ma belevágok ebbe az áttelepítésbe. Én azt mondom, hogy minden... Tehát nagyon szépen köszönöm a türelmedet, okay. És továbbra is maradok hűséges néző, nagyon jó a műsor, úgyhogy köszönöm szépen a segítséget. Köszönöm, hogy hívtál, szia-szia! Okay. És annyit még hozzáfűznék egyébként az SSD-khez, hogy ugye az a jó benne, hogy jóval gyorsabb. Tehát ergo minden olyan műveletet érdemes az SSD-re irányítani a jövőben, akinek ugye van, ami ugye állandó írás-olvasásról szól, hiszen gyorsan tud ráírni, gyorsan lehet ráírni, és gyorsan lehet róla olvasni. Tehát semmiképpen se tegyük a virtuális memóriát, illetve a lapozó fájlt, az ideiglenes fájlokat egy Winchesterre, de pont, hogy ezért fog megint lassulni a rendszer, mert hát eddig is ezért volt lassú. Hát azzal váltjuk ki ugye az SSD-t, hogy gyorsabbá szeretnénk tenni a gépünket, ezért teszünk bele SSD-t, akkor pont, hogy az ilyen műveleteket pont az SSD-re kell bízni. A Winchester meg megmaradhat arra, hogy adattárolás. Tehát amikor letöltesz valamit, vagy a dokumentumaidat erre, arra, amar, amit nem állandóan használ, csak néha elő szeretnéd szedni, és ráér lassabban is betöltődni, mondjuk egy leripelt DVD, vagy bármi, ami mondjuk a film, ami mondjuk a Winchesteren van. Ugye szekvenciális olvasásról beszélünk, ott jóval lassabban is elég, hiszen olvas közben nézett, tehát ott gyakorlatilag a real-time nézéshez nem kell nagyon gyorsan beolvasni az adatokat. Arra bőven jó a Winchester, illetve hát a merev lemez, mint úgy, én mindig ezt a Winchester szót használom, már le kéne szoknom egyébként róla, mindegy. Tehát a lényeg, hogy az SSD az azért jó, mert jóval gyorsabb, tehát pont az ilyen állandó írás-olvasási műveleteket kell rábízni, és ezáltal lesz gyorsabb a gép, hiszen ő róla gyorsabban tud dolgozni. Na, nézzük, mi a helyzet a Facebookon, hát ha valakinek ezzel kapcsolatban is vannak észrevételei. Ó, igen, itt van velünk Lai bátyja, akinek a fia, ha jól látom, igen, a kisfia, fix HD-s szerelésben van, mutassuk meg, Sapi, póló, fix HD, és hát a fagyi nem, de a sapi meg a póló, igen, úgyhogy úgy látom, ti már akkor elég sok mindent nyertetek, de még érdemes pályázni egyébként, hiszen a Facebookos nyeremény játékunknál is lehet ilyeneket nyerni, tehát lesz abba sapka, póló, minden, aminek szemnek, szájnak ingere. Aztán Illés van itt velünk. Hello Wendy, a Microsoft honlapján azt írják, hogy csak 2012. június 2-a és 2013. január 31-e között vásárolt 7-es rendszereket lehet majd frissíteni Windows 8 Pro-val. Szóval ha nekem van egy májusban vásárolt Windows 7-em, és még nem aktiváltam, akkor azzal a szériál kóddal szerinted frissíthető a Windows 8-ra? Nem. Ez nem így működik, meg ez a frissítés sem így működik teljes egészében. Tehát nem egy serial kóddal frissítgetünk, hanem sajnos, hát nem sajnos, ezt meg kell vásárolni mindenképpen, és nem csak ebben a kategóriában, vagy ebben az időpontban vásárolt Windows 7-es gépeket lehet majd frissíteni, hanem gyakorlatilag bármelyiket. Ha van bármilyen legális operációs rendszered, Windows-os operációs rendszered, de akár egy Windows XP-d is, akkor viszonylag olcsón lefrissíthető, illetve megvásárolható hozzá a Windows 8. Tehát gyakorlatilag egy upgrade, amivel Windows 8-ra tudod upgrade-elni. Oké? Okay? De nem ingyen, tehát ilyen nincs, hogy lefrissítjük és akkor ingyé van. Bár aztán lehet, hogy vannak ilyen akciók, hogy úgy mondjam. Tehát ez előfordulhat, én erről nem tudok. Tehát lehet, hogy ez ebben amit most itt írtál, hogy 2012. június 2 és 2013. január 31 között, ami még ugye nincsen, de hogyha valaki ebbe az idő pontban, vagy ezek között, ebben az idő intervallumban vásárol Windows 7-et, akkor az lehet, hogy ingyen frissíthető. Én ezt nem tudom, erről nincs információm, de azt tudom, hogy bármilyen Windows operációs rendszered van, legyen szó egy XP-ről, egy Vista-ról, hát a Windows 98 meg ilyenek az már nem hiszem, de XP-ig bezárólag, az viszonylag kedvező áron, így az első időszakokban megvásárolható lesz hozzá a Windows 8-as frissítés. Oké. Aztán valami hibát ír itt nekünk Józsi Windows 7-es gépen, és itt belinkeltél egy képet. Hát én erről nem tudom megállapítani, hogy ez milyen hiba, ne haragudjál.
fogalmam sincs, hogy ez milyen hiba akar lenni, meg ezt hol írja ki, vagy minél írja ki ezt a hibát, mert ezt én így nem tudom sajnos. Aztán Ákos írja nekünk, azért majd megnézném, hogy majd a táblagépen hogy fog majd menni egy komolyabb játék, négy mag ide vagy oda, egy Tegra sosem lesz olyan, mint egy Core i7-es, valamelyik négy magos változata. Ákos, azt kell, el kell, hogy tántorítsalak. Tehát, hogy a Tegra processzorok először is nagyon jók. Tehát iszonyú gyors GPU gyorsítás, tehát nagyon durván erre van kihegyezve gyakorlatilag. És azt kell, hogy mondjam, hogy ellenpélda erre egy konzolgép. Tehát a konzolgépek is célhardverrel vannak szerelve, bizonyos típusban nem is ARM, de gyakorlatilag célprocesszorral van szerelve, és azért, ha megnézel egy mai Xboxot vagy PS3-at, nem sokára majd PS4, ugye, azért azokon én nem mondanám, hogy olyan rosszul mennek a játékok, és köze nincs az asztali gépekhez, sőt, ha most össze akarnánk hasonlítani, de nem lehet összehasonlítani, az egyik egy konzol, a másik egy asztali gép, gyakorlatilag tized akkora teljesítménye van egy konzolgépben lévő processzornak, mint mondjuk egy asztali i7-esnek, mégis hogy mennek már rajta a játékok, míg egy i7-es gépen, ha nem megfelel a videókártyát, kevés a memóriád, innen-onnan van összetéve a dolog, ugye nem megfelelő a driver, nem jó a DirectX, iszonyú sok összetevő kell ahhoz, hogy egy játék normálisan menjen. Lehet, hogy persze jobb teljesítményt ki lehet belőle hozni, tehát szebb mondjuk egy játék bizonyos beállításokon, mint mondjuk egy konzolgépen, de én azt mondom, hogy ezt ne hasonlítsuk össze. A másik meg ugye megint egy kis kavarodás van, tehát azért az senki nem mondta, hogy a táblagépek arra valók, hogy azon játszon az ember. Vannak bizonyos játékok, korlátozott mennyiségben természetesen, amik táblagépeken játszhatóak már akár most is, mondjuk Androidon, de iPaden is gyakorlatilag, sőt iPaden mit mondjak neked, például nemrég pont az egyik ismerősöm iPadjén játszottam GTA-t. Tök jó, hát úgy vezetsz, hogy gyakorlatilag a táblagépet forgatod, az a kormány, hát szerintem jó élmény egyébként. Na mindegy, teszem hozzá, hogy és ez már most is, csak egy iPad 2 volt ráadásul, és akadozásmentesen tökéletesen futott rajta a GTA egy gyönyörű minőségben. Jó, hát egy táblagépen nézve, hát most lehet, hogy az nagyba kitéve nem lenne olyan jó minősége, mert ugye a felbontás más, de itt a szemléleten is kicsit változtatni kell, tehát ezt senki nem is várja, és ezt senki nem is mondta, hogy a táblagépet egyáltalán össze kell majd hasonlítani egy asztali géppel, pláne egy négy magos asztali géppel. Nem, teljesen másra van ez kitalálva. Tehát úgy, ahogy az ember vesz magának okostelefont, úgy, ahogy vesz magának konzolgépet, ha játszani akar, legalábbis én ezt javasolnám, én biztos ezt tenném, hogyha játszanék. Nem szenvednék én a géppel itt, hogy most akkor majd a számítógépen mindent megoldok, és akkor majd... Mert akkor vennem kell egy iszonyú bika gépet, és ha belegondolok, hogy mennyiből egy iszonyú bika gép, abból simán veszek magamnak egy okostelefont, meg egy konzolgépet, és akkor legalább célhardvereim vannak hozzá, ami nem lesznek olyan problémák, hogy akadozik, nem megy, kilép, tererererere. Tehát, hogy szerintem ez rossz irány, amit gondolsz itt, Ákos, hogy ezt össze kéne hasonlítani, nem kell összehasonlítani. Oké. Aztán... Tamás azt mondja, köszönöm Wendy, hogy az Apple-t is dicsérted, jól esett. Hát örülök neki, hogyha jól esett, kedves Tamás. Ugye Tamás mindig az, aki meg van sértődve arra, hogyha én bármi negatívat merek mondani az Almás cég, bármelyik, nem tudom, termékére, vagy csak ezzel kapcsolatos hírek vannak. Nem tudom, hogy miért érint ez téged ilyen mélyen, ezek szerint nagyon Apple fanatikus vagy. Ez a te bajod, én ezt kell, hogy mondjam. Aztán asztali gép leáldozásához hír, azt is hozzá kéne tenni, hogy egy csomó ember összerakja vagy rakatja a számítógépét, ezek nyilván nincsenek benne a statisztikában, ezt írja Ádám. Hát a statisztikában sok minden benne van, meg sok minden nincs, ugye ezért statisztika, tehát ott egy átlagot vesznek sok adatból, csinálnak egy középértéket, és azt nevezik statisztikának gyakorlatilag. Ettől eltérően akár fölfelé, akár lefelé mindig vannak élek, úgyhogy nem tudom, itt mire gondolsz, az, hogy összerakatja valaki a gépét, vagy egybeveszi, az igazából mindegy ilyen szinten. Mert hogy most a szerviz rakja össze, vagy egyben mondjuk egy cég úgy adja a gépét, hogy fullosan össze van rakva, vagy te rakod össze, az végül is ilyen szinten lényegtelen, hiszen ugye perifériákból áll, és itt a periférialadásokról van szó, nem a komplett gép, mert a komplett gép is ugyanabból áll, tehát szerintem, ha ezt nézzük, akkor a statisztika ezt tartalmazza, tehát ezzel szerintem nincs gond. Aztán Péter írja nekünk, asztali gép
leáldozása hírhez még aztán azért, ha hozzá tartozik, hogy körülbelül már mindenkinek van számítógépe, így persze, hogy csökkenni fog az eladási szám, hiszen nem vesz mindenki évente újat. Ebben is van valami, vagyis ebben inkább van valami, de azért viszont ugye, ahogy az igények növekednek, mégiscsak kell venni. Az egy más kérdés, hogy az ember nem vesz. És nagyon sokan vannak még most is olyanok, akik, mit tudom én, nagyon régi számítógéppel dolgoznak, vagy nagyon régi számítógépet használnak mind a mai napig. Tehát mit tudom én, P3-as, P4-es gépeket. Még szerintem a nézőink között is van olyan, hiszen szoktam kapni ezzel kapcsolatos kérdéseket. Ez nem jelenti azt, hogy ez így rendben van. Tehát megint csak ne ebből induljunk ki. Itt mindig az átlagot szokták nézni, és azért egy olyan ember, aki dolgozik a gépével, és rendszeresen úgy használja, hogy a legújabb dolgokat is, legújabb szolgáltatásokat, programokat, alkalmazásokat akarja használni, az kénytelen, vagy nagy isten játszani akar, kénytelen bővíteni. Tehát az, hogy nem bővít, az egy dolog, de akkor nem is fogja használni ezeket a programokat. Tehát kénytelen bővíteni, aki megelégszik természetesen a régebbi dolgokkal, akkor ő nem, vagy ha nem engedheti meg magának, ő persze nem fog bővíteni, de azért a nagy átlag bővít. Tehát 2-3 évente az ember szokta bővítgetni azért a gépét, ha nem is teljesen újat vesz, de valamit cserél benne, több memória, másik Winchester, új videókárt, mit tudja, valamit mindig, azért gondolj bele, elengedhetetlen. Már csak azért is, mert egy számítógép bármilyen furcsa is, hogy van, akinek 10 éve megy a gépe, és semmi baja nincsen, és jól tudja használni, de azért egy számítógépnek az átlag életkor az inkább 3-4 év. 3-4 év után nincs olyan számítógép, amivel valami pici kis probléma ne lenne. Ez tuti. Tehát az már valami nagyon hiper-szuper csúcsgép akkor, hogyha azzal semmi gond nincsen. Mindig van valami, sajnos. Hát ilyenek a gépek, elromlanak, ez van. Telefonálónk van. Halló, halló! Szép napot, szervusz! Halló, szia! Szia, Szigeti Gábor vagyok. Szia, Gábor! Egy kérdésem lenne, igazából nem nagyon vagyok otthon a számítógépek világában, egy monitor problémával kapcsolatban szeretném a tanácsodat kérni. Egy Dell monitor, játék közben, tehát használat közben váltott energiatakarékos üzemmódra, és odáig fajult a dolog, hogy semmit nem volt hajlandó csinálni, nem bírtam ebből az állapotból kirángatni. Sajnos most már nem ott vagyok, ahol ez a konfiguráció van, de ki kellett kapcsolnom a gépet, mindent, és hát nem tudom, lesz a megoldás, van-e valamilyen megoldás erre? Hát ezt le kell tesztelni, hogy egész pontosan mivel van gond. Tehát, hogy visszakapcsolás után bejön a monitor, vagy már egyáltalán nem ad képet, mert hogyha egyáltalán nem ad képet, akkor az könnyen lehet, hogy a monitor valami ott megsérült benne, vagy valami alkatrészével van valami gond, a szerviz mindenképpen. De persze nem biztos, hogy a monitorral van gond, lehet videókártya probléma is, tehát ezeket sajnos ki kell próbálni, tehát az úgy kevés, hogy kikapcsolod, és akkor... Tehát, hogy úgy nem lehet megállapítani egy problémát, ezt mindenképp tesztelni kell, hogy mivel lehet gond. Oda jutottam a dologra, hogy egy másik számítógépen volt megosztva portok keresztül ez a monitor, és megpróbáltam egy az egyben a portot kihagyva átkötni, de úgy sem volt semmiféle eredménye. Aha, tehát magyarul nem ad képet a monitor egyáltalán. Hát figyelj, van egy olyan érzésem sajnos, hogy abba akkor kiment valami. Ezt el kell vinni egy szervizbe. Ha szerencséd van, hát most így nem tudom megmondani, hogy mi baja lehet, ezt majd a szervizben fogják tudni neked megoldani. Lehet kisebb problémája is, de lehet sajnos nagyobb is. Ez egy régebbi monitor, ugye? Nem, egy egész korszerűnek mondható. Új monitor? Nem tudom a típus számát, már egy elég nagy képernyős monitor. Értem. Nem tűnt egyáltalán régi. Aha. Figyelj, mondom, ezt sajnos én, ahogy az elmondásod alapján én azt látom, tehát hogyha másik gépen is próbáltad meg kihagyva ugye ezt a bizonyos megosztót rajta, és így sincs, akkor az valószínűleg monitorhiba lesz. Bár egy másik számítógépen is megnézhetnéd. Oké, rendben, köszi, hogy hívtál, szia. De ilyenkor mindig az van egyébként, hogy meg kell nézni másik számítógéphez is. Tehát a perifériákat úgy lehet tesztelni házilag, ha van erre lehetőség, hogy egyszerűen meg kell próbálni kicserélgetni. Tehát meg kell nézni, hogyha esetleg van egy másik monitor, hogy azzal elindul a számítógép, vagy ha van egy másik számítógép, hogy azzal elindul a monitor, és így lehet rájönni, hogy egész pontosan mi okozza a hibát. Jó! Na, hát egy gyors játék kérdést illeszünk be, nagyon gyorsan, jó.
kérek szépen egy poharat, vagy egy bögrét, mert hogy az a nyeremény, és nincsen itt. Hát ilyen, csak fehérbe. Jó? De mindjárt hoz egyet a Krisztián, addig pedig én a játékkérdést gyorsan kitalálom nektek. A kérdésünk az pedig, hát egyszerű lesz, jó? Mikor jelenik meg a Windows 8? Volt is már ez a kérdés, de ma ilyen egyszerű lesz, mert hogy ünnep van. Úgyhogy 44513 49, a hivatalos Windows 8 megjelenési dátumát szeretném hallani a megfejtőnktől. Tessék telefonálni, egyetlen egy percetek van rá, jó? 44513 49, tehát a Windows 8 hivatalos megjelenési dátumára vagyok kíváncsi. Bögre, fényképes ajándéktárgyak.hu felajánlásából a nyeremény. Még gyorsan visszanézek a Facebookra, hogy itt mi a helyzet. Most a műsor végére érkezik mindenki, mi? Ide is jönnek a kérdések. Ádám kérdezi, hogy nem is tudtam, hogy ünnepnapokon is bejössz a stúdióba dolgozni. Hát én így beszoktam. Tehát, hogyha nem hétvégére esik, én általában a hétvégeken szoktam pihenni, mint úgy. Akkor is inkább szombaton. És ezt általában így is szoktam. Tehát, ha ünnep van, ha esik, ha fúj, általában, hogyha hétköznapra esik egy ünnep, akkor általában itt a restart az megszokott. Attól még... ezt most hogy mondjam? Na mindegy, szóval a restartot attól még szoktam csinálni. Oké? Úgyhogy azért vagyok itt. És egyébként meg dolgozni fogok ma, úgyhogy holnap reggelig itt leszek. Tehát én nálam a munka ünnepe munkával fog telni. Illetve nem a munka ünnepe, hanem az ország ünnepe, de munkával fog telni. Mint úgy. Jó. És megvan a megfejtőnk, ha minden igaz. Halló, halló! Hello, szia, ha minden igaz, akkor október 26. Október 26, így van. Gratulálok, tiéd a bögre, fixhád és bögre, fényképes ajándéktárgyak.hu-tól. Ne tedd le a telefont, Krisztián, így elmond mindent neked. Csá-csá, hello, hello. És köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, ez volt már a Restart, holnap folytatjuk, úgyhogy ugyanígy 5 órától várok mindenkit a képernyők elé. Jó pihenést, jó tűzi játékot mindenkinek, sziasztok. Együttműködő partnerünk, proserver.hu. Fényképes ajándéktárgyak.hu.